entschuldigst dich bei ihr sofort. Du träumst wohl. Doch, Papa. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Ich werde vielleicht doch ein kleines Stück spielen oder Musik beruhigen. Egy mudros öregember, egy fiatal lány és a család mindennapi konfliktusait viszi színre a Szekszárdi Német Színház új darabjában. A helyzet mindennapos, és a szeretet az, amely végül diadalmaskodik a konfliktusok fölött. Lotz Katalin igazgató azt mondta, ez egy bármikor bemutatható mű, hiszen olyan emberi konfliktusokat dolgoz föl, melyekkel mindannyian nap mint nap szembe kell, hogy nézzünk. Én azt gondolom, hogy bármikor aktuális, tehát ez lehetett volna hamarabb is, vagy később is, tehát nincs olyan, hogy na most, mert most van egy különleges aktualitása, hanem ez mindig aktuális, hogy a generációk közötti problémák itt feszülnek, ott feszülnek minden családban, minden kis közösségben, és hogy milyen érdekes, hogy sokszor az ember ezeket a konfliktusokat nem a saját családjában tudja megoldani. A darab egyik érdekessége, hogy a főszerepet játszó Christian Barman 35 éve egy idős zsémbes öregember megformálásával kezdte pályafutását. Azt mondja, ma már jobban megérti a főszereplő öregembert. A Diáklány és a Monsignor Henry című darabrendezője, Claudia Novotny, aki több darab rendezését is jegyzi már a Szekszárdi Német Színházban.